Az elmúlt egy évben cegrédi viszonylatban több mint 20%-kal nőtt az elhunytak száma. Emiatt több a hagyatéki eljárás is, így előfordult, hogy meghosszabbodott az ügyintézés ideje. Sokan azonban nem tudják, hogy a hagyatéki leltárfelvétel az önkormányzatoknál kezdődik, és csak annak elkészülte után kerül át a közjegyzőhöz. Beérkezik hozzánk egy halott vizsgálati bizonyítvány, amin rajta szerepel az elhunyt adata, illetve jó esetben egy hozzátartozó. Amennyiben nincsen hozzátartozó ezen az iraton, akkor sajnos nekünk kell ezután is kutatni, hogy ki az, akit megkereshetünk első körben, hogy nyilatkozzon arról, hogy milyen vagyona volt az elhunytnak, illetve milyen tartozása. Illetve, hogy kik azok a hozzátartozók, akik érintettek lehetnek az adott hagyatéki eljárásban. Ha az elhunyt rendelkezik ingatlannal, akkor az adócsoport adó- és értékbizonyítványt készít. Abban az esetben, ha az ingatlan nem helyben, azaz Cegléden található, az örökhagyó utolsó lakhelye szerinti önkormányzatnál indul a hagyatéki eljárás. Ebben az esetben pedig be kell várni, hogy minden érintett településről beérkezzen a bizonyítvány, mely ellen fellebbezéssel lehet élni. Hogyha azt mondják, hogy még újra találtak valamit, amit szerepeltetni szeretnének benne, vagy mégsem úgy helyes, ahogy eddig elmondták az adott vagyontárgyal kapcsolatos adatokat, akkor természetesen ezt belevesszük újra a hagyatéki leltárba, és akkor újra ki kell küldenünk az érintett feleknek, és csak ha már nem érkezik több észrevétel, akkor tudjuk továbbítani a közjegyzőnek. Ezután kezdődhet az okirati bizonyítás, és ha minden megfelel, a közjegyző át tudja adni a hagyatékot. A 2020-as februári törvénymódosítás miatt hosszabb lett a hagyatéki leltár felvételének szakasza, a többlet feladatok pedig mind a hagyatéki ügyintézőket terhelik. Mindemellett a vírus teremtette új helyzet is nehezíti az ügyintézést. Az élet minden területén bezáródott a világ, így az önkormányzatokon is, azoknál a cégeknél, akiknek adatokat kell szolgáltatni az eljárásokhoz, tehát előfordulnak csúszások a legnagyobb jó indulat mellett is, pusztán azért, mert a folyamatnak minden pontján ugyanazt lehetett tapasztalni. Tehát egyrészt kevesebb munkaerő tudott foglalkozni az ügyekkel, és nehézkesebb volt a kapcsolattartás is. Ebben a nehéz helyzetben az önkormányzat és a közjegyzők is mindent megtesznek, hogy a körülményekhez képest lehetőleg gördülékenyen menjen az ügyintézés, mondta dr. Parti Tamás.